Még a disznótor alkalmával beszélgettünk arról, hogy milyen tervek vannak itt szőlőben. A tervekből most már valóság is megszületett. Itt vagyunk a szőlőskertben. Hány tőt ültettetek, és milyen fajták ezek? 750 tőkét ültettünk el a közelmúltban. Már akkor, amikor a disznótor kapcsán az interjút készítettétek, akkor lekötöttük a mennyiséget. A 750-es évforduló kapcsán ültettük a 750 tőkét, tehát amióta Dabas első említése az 1260-as években megtörtént, minden év emlékére egy-egy tőkét ültettünk itt a szőlősi tájház kertjében. Többféle fajtát hoztunk, régi fajtákat igyekeztünk begyűjteni, illetve elsősorban a hosszú sorokban borszőlők találhatók, a rövid sorokban pedig a gyerekeknek akartunk kedvezni, ott meg csemegeszőlőket telepítettünk, azok nem régi fajták. Az első néhány sor fehér szőlő, azt követően vörös szőlő van, piros saszla, fehér saszla, bianka, orasz rizling, kék frankos, ezek a borszőlők, és aztán itt pedig a rövid sorokban, itt előttünk, mögöttünk pedig a csemege szőlők találhatók. Hogyan kell elképzelni itt a munkálatokat, tehát hogyan tudtátok előkészíteni a talajt, mit kellett elvégezni? Itt fönt a dombon egy gyümölcsös volt korábban, régi gyümölcsfákkal. Egyet tudtunk csak megmenteni, ez egy ilyen nyári szilva, egy kis szemű ilyen potyószilvának nevezett szilvafa, ami az első sor végén található, illetve a diófa, ami itt van mögöttem, mellettem. Ez egy régóta nem művelt terület volt, úgyhogy amióta az önkormányzat megvásárolta a telket, és a tájház kialakítását elkezdtük, azóta itt csak kaszálás és gerebjézés történt, úgyhogy most újra be kellett törni ezt a földet. Egy helybeli gazdálkodó felajánlása volt a tárcsázás és azt követően a szántás, úgyhogy az altalaj munkákat, vagy talaj megmozgató munkákat ők végezték, Szaller Józsefék, és ezt követően pedig a vállalkozó, aki a beszerzést, az öntözőrendszer kialakítását vállalta, ő végezte el a telepítést is, Halász Attila. Az egészségházunknál a park gondozásában is részt vesz, és itt is nagyon szép munkát végeztek a munkatársaival együtt. Néhány nap alatt itt 750 lyukat fúrtak, elvégezték a termőfeltöltést, és utána a telepítést is. A vírus egy kicsit átírta a történéseket, szeretétek volna ezt ünnepélyesebb körülmények között megmutatni az itt élőknek. Vannak-e tervek majd a nyárra, hogy ezt pótoljátok? Így van, az eredeti elképzelésünk az volt, hogy a most következő szombaton, tehát április elején tartjuk a telepítést, és csak az előkészítés történt volna meg a vállalkozó és a segítők részéről, és a telepítést pedig mi helyben szerettük volna végezni helybelieknek a közreműködésével. Egy kicsit nosztalgiázni is szerettünk volna ez alkalommal, hiszen a dabaszőlőkben élő régi családok, akik már több mint 150, majdnem 200 éve itt élnek, ezek a régi családok mindannyian olyan ősöktől származnak, akik szőlőmunkás, földműves emberek voltak. Az ő történetük, emlékezetük az tovább él ezeknek a régi szőlősi családoknak az emlékezetében, és szerettünk volna egy kicsit előttük tisztelegni, és visszahozni a szőlő megmunkálásnak a közösségi élménykénti megélését, hiszen korábban, amikor a családok sokkal nagyobb szőlőskerteket műveltek a településen, ma talán a legutóbbi interjúkor is mondtam, hogy ha 15-20 ilyen szőlőskert van még a faluban, akkor lehet, hogy sokat mondok. De régebben itt, még a gyerekkoromban is, meg azt megelőzően még a szüleim, nagyszüleim fiatal korában pedig főleg, nem csak a település részen belül is, a kertekben egy jellegzetes és domináns növény volt a szőlő, hanem még a bevezető út mellett is szőlős kertek voltak korábban. És ezeknek a megmunkálása, akár az előkészítő munkák, akár a meccés, a kötözés, a kacsolás a későbbiekben, és főleg a szület az mindig a közösségnek az ünnepe is volt. A kis és nagyobb családi közösség olyankor mindig összegyűlt. Én emlékszem rá, amikor kicsi voltam a nagypapámnak, illetve a dédnagypapámnak a szőlőskertjében is, olyankor nem csak ők dolgoztak ott, az idősebbek, a gyerekek, az unokák is, és ez egyben egy nagyon jó találkozási lehetőség volt. Ezért is gondoltuk azt, hogy ezt egy ilyen közösségi alkalomként ünnepeljük meg, és együtt ültetjük el a 750 szőlőtőkét. Hát sajnos a vírus ezt valóban
keresztül húzta, de a tőkék beszerzése megtörtént, nem várhattunk tovább, hiszen már a rügyek, a csapok, azok már hamarosan kifognak rajtuk pattanni, és majd aztán nem sokára el kell kezdeni ennek a területnek az intenzív művelését is. Közösséget említettél, és most az utolsó mondatod már a művelésről szól. Ki fogja gondozni ezt a szőlőskertet? Együtt fogjátok így falu szinten, mindenki kiveszi majd a részét? Az a tervünk, igen, hogy akár az előkészítő munkákba, akár a szüretekben, majd későbbiekben egy néhány év múlva már lesz olyan termés, amit érdemes lesz közösségileg leszüretelni. Az a tervünk, hogy mindig valamilyen közösségi eseményt építünk rá, és közösen fogjuk majd ezt végezni. Nem kis munkát jelent azért. A napjainkban gondolom azért is sokkal ritkább a kertekben a szőlő, hiszen rengeteg kézi munkát igényel. Olyat, amit nem lehet fölváltani, nem igazán lehet, főleg ilyen mértékben vagy méretben nem lehet gépesíteni. Úgyhogy igen, ebben számítok az itteniaknek a támogatására, a segítségére, és hát egy valóban szép és gyümölcsöző kertet szeretnénk itt magunk mellett látni, és reméljük, hogy a pont addigra, amikor a vírus elmúlik, addigra már gyönyörű, szépen zöld szárba szökelve állnak majd itt a szőlőtőkék, és bízom benne, hogy egy néhány év múlva már nagyon finom borokat is tudunk ebből kóstoltatni. Ugye különböző fajtáink vannak, fehér és vörös szőlő vegyesen, ezek régebben is így voltak, és egy ilyen kellemes rozébort elő tudunk majd ebből reményeink szerint állítani a közeljövőben egy-két év múlva. Ha szétnézünk, ez egy gyönyörű, szép nagy telek, egészen lenyúlik az erdő határáig. Van még hely, tervek vannak-e, hogy hogyan fogjátok felhasználni? Ugye a kert első része az a tájház és a környezete. Ott van egy nagyobb elképzelésünk. A tájház mögött, mivel ez egy olyan közösségi helyszín, ahová reményeink szerint többen, sokan ki fognak látogatni, akár kerékpározók, akár túrázók, akik itt keresztül tudnak menni. Míg viszonylag közel vagyunk a szomszéd településekhez is, Újhartyánhoz, Hernádhoz, az erdei utakon néhány kilométer választ el csak bennünket, tehát mi egy kifejezetten jó turista helyszín lehetünk a kerékpáros és gyalogos turisták számára, és szeretnénk ott a tájház mögött egy olyan kis közösségi teret, ami egy félig nyitott, egy ilyen szín jellegű kis kerthelység, ahová az ide betérők le tudnak ülni, meg tudnak enni egy jó piknikes ebédet, reggelit, el tudnak itt fogyasztani mondjuk egy jó bográcsos ételt, amikor közösségi esemény van. Tehát van egy ilyen tervünk, és itt pont a fa alatt, ahol mi állunk, itt azért is hagytuk meg a területet, egyrészt mert a dió alatt nem terem meg semmi, és meghagytuk ezt az ősgyepes földterületet, és ide pedig egy ilyen kis kiülőt tervezünk, egy kicsit ilyen nomád jellegű akácrönkökre lehet majd leülni, hogy akik munkát végeznek a szőlőskertben, vagy csak kijönnek, szemezgetnek, kóstolgatnak, azok itt a nagy diófa árnyéka alatt, azok egy kicsit meg tudnak pihenni és nyugalmat találnak.